Önök a Fogadóra című műsorunkat látják, jó estét kívánok! Ahogy már megszokhatták, igyekszünk minden hónap első hétfőjén élő műsort közvetíteni innen a Gyergyó TV stúdiójából, amelynek főszereplője, meghívottja városunk polgármestere Nagy Zoltán úr. Köszöntöm most is a stúdiónkban. Jó estét kívánok! Volt egy kimaradásunk, ugye januárban nem került sor erre a Fogadóra című műsorunkra, de igyekszünk bepótolni és újdonságokkal szolgálni a televízió nézőknek. Annyit elmondanék, hogy azt említettem már, hogy élőben sugárzunk innen a Gyergyó Televízió stúdiójából, viszont élő telefonos kapcsolatra nem lesz ma lehetőségünk különböző technikai okok miatt. Ellenben három felület is adott, ahova várjuk az önök kérdéseit, észrevételeit. Az első ugye egy mobiltelefonszám, mondanám is, 0756 406 405, illetve elektronikus posta címünk a megszokott office@gyergyotv.ro, és van egy harmadik elérhetőségünk, ahova közvetíthetik kérdéseiket, ez a Gyergyó TV Facebook oldala, és ide is várjuk a kérdéseiket mindenképpen, hiszen ez a műsor az önök fóruma, tehát azért van, hogy észrevételeiket, kérdéseiket feltegyék élőben a polgármester úrnak, aki lehetősége szerint meg is fogja válaszolni. Általános kérdés következik műsor nyitányaként. Milyen újdonságok vannak a Városháza környékén? Minden évelején aktualitása van az, az idei éves költségvetésnek az összeállítása, illetve éppen most folynak az alintézmények vezetőivel és a képviselőtestülettel megszervezett közös tárgyalások, és arra készülünk, hogy nem sokára, másfél hét múlva lesz városnak az idénre elfogadott költségvetése, ami egyébként premiernek számolt az elmúlt három évben, hiszen különböző kormányzati okok miatt, és ez nem a helyi okokra vonatkozik, nem volt módunkban március-április előtt költségvetést elfogadni. Hál' Istennek az idén most már lehetséges, és arra is törekszünk, minél hamarabb tudjuk, hogy mennyi az annyi, és mit tudunk az idén megvalósítani. Tehát most pillanatnyilag a költségvetéssel foglalkozunk, illetve olyan beruházásokkal, amely most már kivitelezés fázisába kerültek, és a kivitelezőkkel tartó egyeztetések zajlanak. Arra készülünk, hogy ahogy a tavasz, az igazi tavasz, és nem ez a téli tavasz, ami most van beköszönt, akkor további munkálatokat fogunk útra indítani. Költségvetésre visszatérve, hogy látja ön első olvasatra? Bőséges anyagi fedezet vár a városra, vagy azért megszokott? Hát sajnos egyik évről a másikra a román jogrend által adott kereteken belül nagyon nehéz a nagyot megváltoztatni, tehát a nagy lépést megtenni, ami a forrásokat illeti, hiszen az elmúlt három év, amióta a PESZEDI bevezetett egy újabb reformot, közigazgatási reformot, ami a közintézmények finanszírozását illeti, szinte kivétel nélkül minden évben olyan évet kezdtünk és úgy hagytunk jóvá a költségvetést, hogyha azt egy magánháztartásra levetítjük, akkor úgy is lehetne azzal a hasonlattal élni, hogy a 30 napos hónapból 20 napra volt pénzünk, elegendő pénzünk, ami a működésünket illeti, és a fennmaradó 10 nap az mindig az év vége fel, a hónap végén kellett megoldani. Jelen esetben most valamivel jobban állunk, úgy tűnik, mint a tavaly, de ez a jó, ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag úgy van, hogy a működési oldalra a jövedelmünk most már adott, de még a beruházásokra meg kell nézzük, hogy honnan teremtünk elő forrásokat, de úgy, ahogy ezről már korábban többször is beszéltünk, abban a szerencsés vagy akár kedvezőbb helyzetben vagyunk, hogy a nagy beruházásokra, a külső forrásokból sikerült az elmúlt időszakban elég sok szerződést megkötnünk, és az idén most már tényleges kivitelezésre kerül nagyon sok belőle. Úgyhogy a működési oldal szűkösen is, de valószínű, hogy megoldódik, a beruházás az pedig minisztériumi uniós alapok, valamint a megyei támogatásokból valószínű, hogy össze fog állni. Polgármester úr említette, és itt most ki is használom ezt a friss információ, adta örömmámort, hogy akkor rákérdezzek. Polgármester úr említette, hogy talán minden esély megvan arra, hogy a testvériség sugárút felújítása valamikor tavasz folyamán elkezdődjön. Ennek a történetéről, hogyha mesélne.
Picit árnyalok ezen a kijelentésen. Ez így igaz, hogy most a napokban, egészen pontosan múlt hét csütörtökön kaptunk egy levelet a Központi Fejlesztési Régió vezérigazgatóságáról, amely arról tájékoztat minket, hogy sikerrel vettük az akadályokat, és előszerződéses fázisba került egy olyan pályázatunk, amely tartalmazza a testvériség sugárutat teljes hosszába és teljes szélességébe, a Tűzoltó utcát, a Nikolai Bölcsészkő és Kossuth utcák közötti szakasza, de vannak benne, hál' Istennek, felszegi és középszegi utcák is, ilyen például a Mártonáron utca, Örmény templom utca. Ezek a fő artériája. Igen, a turisták által leglátogatottabb utcák ez a kettő, de ami igazából premiernek számít, hogy nagy örömmel tudjuk elmondani, hogy felszegi utcák is kerültek be uniós pályázatból való támogatásra, és a testvériség sugárút, illetve az előbb említett utcák mellett bekerült, hál' Istennek, a Selyem utca, a Tölgyfa utca, Kurta, Kőrisfa utcák együttese is, és azért is fogalmaztam úgy, hogy finomítanék rajta, vagy árnyalnék a kijelentésen, hiszen az idén tavaszra nem várható, hogy elindul ebből munkálat, hiszen tavasszal várhatóan előszerződésből átkerülünk a szerződéskötésbe. Ezt az ütemet nem mi diktáljuk, hiszen az uniós alapoknak a Központi Fejlesztési Régió vezérigazgatósága a menedzsere, és ők tartják, próbálják tartani ezt az ütemet, amit kellene. Azt kell tudni erről a pályázatról, hogy ezt 2018 májusában nyújtottuk be, és közel két év kellett elteljen ahhoz, hogy hál' Istennek most már kiközlésünk van arról, hogy elértük a szükséges pontszámot, és szerződéskötésre vagyunk javasolva. Ezután látja, következik... én pozitívista vagyok, és egyből lecsaptam, hogy jaj, de jó, hogyha két éve benyújtották, akkor talán van esély arra, hogy tavasszal elkezdődik. Van, arra is van esély, hogy tavasszal útépítési munkálatok kezdődjenek el, de nem ezek az utcák lesznek, hanem további új utcáknak a felújítására is írtunk alá szerződést, hiszen ugye tavaly ősszel a tervforgalmat kiszolgáló három utcának a felújítását, a Dózsa-György, Békény és Halász utcáknak az együttesét, és megkötöttünk most már megkötött kivitelezési szerződésünk van a Rózsa és Építők utcájára. Ez azt jelenti, hogy az időjárás, amint engedi, akkor egy előre megszabott ütemezés szerint ezen utcák is felújításra kerülnek, és amikor felújításról beszélek, akkor teljes körű rehabilitálásra értem. Ez azt jelenti útalapcsere, járdaépítés, közműépítés és teljes útfelületnek is a kicserélése. Tehát tavasszal el tudjuk mondani, hogy mintegy öt utcába fognak folyni majd útépítési munkálatok, illetve még sikerült, ahogy említettük, még egy 10 utcának a felújítására pályázatot nyernünk, és arra készülünk, hogy az is majd kivitelezésre tudjon kerülni, amikor ezek az utcák is befejeződnek. Hát akkor térjünk vissza az eredeti kérdésre. Mikor lesz ezekből a fő útvonalak felújításából valami konkrétum? Azt akkor tudom megmondani, amikor már a szerződés a kezünkben van, hiszen addig, amíg nem köttük meg a fejlesztési régióval a finanszírozási szerződést, addig nem mi diktáljuk az ütemet. Én úgy látom, hogy még 2-3 hónap el kell teljen ahhoz, hogy legjobb esetben, hogy szerződéssel rendelkezzünk, és azután fogunk tudni neki kezdeni majd a kivitelezési tervek meglicitálásának, és azt követően majd a kivitelezésre is. Én azt látom, hogy ismerve a román procedurákat, az idén nagyon-nagyon nagy változás kell végbe menjen a román politikai életbe, és elsősorban a jogrendre értem, hogy munkálat el tudjon kezdődni, de én azt látom reálisnak, hogy az idén az előbb említett öt utcában, a tervforgalmi utak, illetve az rávezető Rózsa is az Építő utcában meg tudnak valósulni jó esetben a beruházások, és azt követően ősszel vagy jövő tavasszal fognak tudni Hát az az optimális, hogy jövő tavasszal elinduljanak ezen utcákba is a munkálatok. Ez már egy folytonossá fog lenni, és az a jó hír benne, hogy egy uniós szerződés esetén, hogyha a pályázat megnyerődik, akkor annak már nem áll fel a veszélye, hogy ez a támogatás elessen. És a későbbiekben arra is nagyon jó esélyek vannak, ez majd az év második felébe fog valószínű konkretizálódni, hogy akár a főtér átépítési pályázatunk, valamint a rávezető Fürdő utca, Budai Nagyantal utcák teljes felújítása is meg tudjon valósulni. Ezen pályázatokról most kaptunk a múlt héten ugyancsak értesítést, hogy elbírálásra kerültek ismételten, és arra készülnek a minisztérium részéről is, hogy szerződést kössenek velünk, de ezek még mind hosszú folyamatok, ezen pályázatok is 2018-ban voltak letéve is.
így ilyen lassan őrülnek a malomkerekek, de az a lényeg, hogy az idő múltával azért csak felszínre kerülnek és kivitelezésre kerülnek. A teherforgalmi útvonal felújításáról milyen konkrétumokkal tud szolgálni, hiszen eléggé áldatlan állapotok uralkodnak most is? Hát azt kell tudni, az, aki már épített, az tudja, hogy az építkezés az sárral, porral, törmelékkel, bosszúsággal jár, de amikor az építkezés megvalósul, akkor elégtétellel tölt el mindenkit. Ez így van az útépítések esetén is, főleg akkor, amikor teljes útalapá cseréről van szó, vagy akár az úttestbe való közmű hálózatnak a kiépítéséről, mint kanalizálás vagy esővízelvezetés. Egyelőre a tavaly szándékosan csak a Dózsa-György utcába kezdtünk el munkálatokat, hiszen az a legrövidebb útszakasz, ahol úgy ki tudtuk vonni a forgalomból, hogy kevesebb bosszúságot okozzon az arra járóknak vagy a lakóknak. De most tavasszal éppen holnap jön a kivitelező cégnek a tulajdonosa, és egyben főigazgatója is egyeztetni az idei tervekről. Mi mindenképp azt szeretnénk, hogy az idén lehetőség szerint befejezzük a teljes hozban folyó munkálatokat. Itt még a munkálatok üteme, teljes időtartama függ teljes mértékben a költségvetésünktől is, hiszen a mintegy 4,5 millió lejt érő munkálatokból közel 1,8 millió lejt saját forrásból, saját társfinanszírozásból, a helyi költségvetésből kell biztosítsunk. Amennyiben sikerül az egészet előteremtenünk, akkor nagyon könnyen tudunk haladni, amennyiben nem, akkor természetesen a megyei tanácshoz fogunk fordulni, hogy úgy, ahogy ezt eddig is tette és nagyon sok projektben támogatott, segítsen minket abban, hogy ne kelljen a munkálatokat átvigyük a jövő évre, anyagiak hiányába, és őszre el tudjunk készülni ezekkel a munkálatokkal. Azt kell tudni egyébként, hogy a tervezési dokumentáció, amelyet hozzáértő szakértők és mérnökök végeztek és készítettek el, úgy számol, hogy az idei év és legrosszabb esetben még jövő tavaszi év első fele van kiszabva ennek a munkálatnak, de előzetes egyeztetések alapján, amennyiben a teljes finanszírozást elő tudjuk teremteni, akkor a kivitelező hajlandó úgy átcsoportosítani a munkásait, hogy az idén be tudjuk ezt fejezni. Ez a mindannyiunk érdeke természetesen, és ezt is tervezzük így évelején. Amiután elkezdődött a teherforgalmi útvonalnak a felújítása, megjelent néhány, úgy mondhatnám azt is, hogy friss információ, újdonságnak számító dolog. Konkrétan arról van szó, hogy a megyei tanács elnöke azt sugalmazta és azt próbálta bemutatni egy közleményben, hogy létezett egy korábbi terelőút, amit ugye a megyei tanács javasolt önöknek, és térkép is van mellékelve hozzá, tehát gyakorlatilag még mielőtt beérkezne a teherforgalom a városba, tehát Gyergyószent Miklós területére, elkanyarodna a vasúti sínek irányába, és gyakorlatilag a vasúti síneket követve kerülnie ki nyugati oldalon a várost, és utána a Gyergyószent Miklós és Tekerőpatak között torkolna bele az országútba. Erről mit tud mondani polgármester úr? Hát személyes véleményem az, hogy az a közlemény, amely egyébként fizetett hirdetésben ment a közösségi oldalon, ez elég sokat elárul magáról, hogyha már fizetett hirdetésbe teszünk fel valamit, akkor az nem is biztos, hogy a forgalomelterelést, mint inkább a figyelemelterelést tudta szolgálni, hiszen azt kell tudni, hogy ez a közlemény, a fizetett hirdetés akkor jelent meg, amikor Gyergyó Csoma falvára a megyei tanács elnöke összehívott egy megyei tanács közgyűlést, abból a célból, hogy a Csoma falván áthaladó forgalom korlátozva legyen, és a terforgalom számára olyan korlátozásokat vezessenek be, amely a 7,5 tonnánál nagyobb vagy súlyosabb autókat kizárná a most alternatív terelőútként használt forgalomból. Ez azt jelenteni, hogy visszaterelte volna a városba, vagy akár Csíkszeredánál már Udvarhely fele kellett volna elmenjen a terforgalom. Véletlen egybeesés, hogy pontosan azelőtt egy héttel, mielőtt ez a tanácsülés meg kellett volna történjen, jelent meg ez a közlemény, és az, aki azt a térképet megnézte, az, és ha még megvan, akár fel is hívnám a figyelmet, hogy azon a térképen egy olyan útszakasz van berajzolva, amely olyan szakaszokon vezet át, konkrétan a Kossuth utcától Tekerőpatak irányába, vasút mentén, ahol most jelen pillanatban magánvállalkozók tulajdonát képező ingatlan együttesek vannak, műhelyek vannak rajta, raktárhelységek, civil építkezésre alkalmas ingatlanok is, illetve egy önutcának, külső utcára javasolja a megyei tanács elnöke azon a rajzon,
vagy az ő szakemberei felhozni a tervforgalmat azon a külső utcán, amelynek az alsó fele annyira szűk, hogy két nagy autó egymással szembe el sem férne. Hogy ez milyen célt szolgált ez a közlemény, milyen nem, ez így igaz, hogy voltak beszélgetések, egyeztetések és konkrét tárgyalások annak érdekében, hogy mintegy 900 méteres útszakaszt átadjunk a Hargita megyei tanács számára abból a célból, hogy megyei támogatással felújítsák azt az útszakaszt. Viszont az az útszakasz, ami a térképen, hát már pár hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt ugye megjelent, az mintegy... Bocsánat, kiegészítésként azt még elmondom, hogy itt a megyei tanács elnöke, Morbóly Csaba azt mondja, hogy ez már 2016-ban nyilvánosult. Igen, erre akarok visszatérni. A Gyergyói Gazdasági Konferencián. Hogy az az útszakasz egyébként, amely megvan jelölve, az nem 900 méterről szól a közleményben, hanem mintegy 3,7 kilométerről. Tehát egyáltalán nem azokról a hosszokról beszélünk. És ebből a 3,7 kilométerből az a 900 méter, ami tényleg felújítható, és amely korábbi években tárgyalás célját képezte, az most is megvalósítható, és tényleg bízunk abban, hogy ez meg is fog tudni valósulni. Ez a Szárhegyi út, úgymond, és a régi Izsekop közötti szakaszt összekötő jelen pillanatban mezei útként használt földút. Egy része stimmel akkor. Igen, és ez az 1900 méter mellé volt mellécsatolva egy olyan 3 kilométeres, közel 3 kilométeres szakasz, amely azt sejtette, hogy ha az meg lenne, akkor az egész feszültség megoldódna a Gyergyó medencébe, holott az a 900 méter, ami a Szárhegyi útat összeköt az Izsekoppal, semmi köszönő viszonyban nincsen a Csíkszereda felül érkező forgalommal, hiszen nem azt a forgalmat szolgálja ki. Viszont az igazsághoz természetesen hozzátartozik, és a korrektséghez az is, hogy ez a 900 méterrel kapcsolatosan több tárgyalás van, jegyzőkönyv is van a megyei tanácssal közösen, amikor ezekről tárgyaltunk, viszont nem állt módunkban korábban átadni ezt az útszakaszt, mert telekönyvi szempontból még nagyon sok utca van ebben a helyzetben, de ez az út egyáltalán nem is létezett telekönyvileg a térképeken. Közel két évet vesződtünk, pereskedtünk a prefektúrával, kadaszteri hivatallal, amíg helyek közel sikerült most rendeznünk, nem teljes szélességében, hiszen az, hogy ilyen út el tudjon készülni, egy 9 méteres útszélességre lenne szükség. Egy 7 méteres szélességet sikerült úgy betelekönyveznünk, hogy most mellé szeretnénk még további szélességeket is telekönyvezni, és amikor megvan, akkor ezt átadni a megyei tanácsnak, hiszen bízunk abban, hogy a korábbi vállalását az még tartani fogja, és ha nem is a 3,7 kilométert, de azt a 900 méteres szakaszt segítene felújítani, hiszen tényleg azért nagy segítség tudna lenni, ugyanis ha ez az útszakasz meg tud épülni, akkor a Szárhegy felől jövő forgalmat nem kell behozzuk a Kőkeresztig és levinni majd vagy a Kossuth utcán, vagy a Testvérség sugárúton, hanem az Izsekopnál át lehet menni az Állomás utcába, és ott azon végig haladva, Gyergyóalfalu felé eltérve megkímélnénk a nagy forgalomtól az előbb említett útszakaszokat. Tehát egy nagyon hasznos dologról lenne szó, viszont valamilyen okok miatt egy picit más kontextusban volt beállítva, de hát vannak ilyen események az ember életében és a város életében. Ettől függetlenül nagyon bízunk abban, hogy az a 900 méteres szakasz csak meg fog tudni újulni. Ennél nagyobb prioritás természetesen a mi számunkra az, hogy az a pénz, amit akár a megye arra fordítana, hogy ezt a 900 méteres útszakaszt felújítson, sokkal nagyobb szükségünk volna arra, hogy ezt tegye át a jelenleg felásott és elindított munkálatok felé a tervforgalmat, amit kiszolgálja a tervforgalmat Halász, Békény és Dózsa-György utcáknak, és ha ezt ide tudja adni az idén, akkor ezen utcákat be is tudjuk fejezni, és jövőben sorra következhet egy másik útszakasz. Tehát akkor azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a tipikus központi, tervezünk központból provinciába egy terelő utat, aztán majd kiderül, hogy mi van, tehát nem kell csodálkozni, hogy... Nem, a szándék lehet, ezek, hogy jó, csak hogy valamilyen érdekes módon volt behozva, tehát azon lakók, akik... Azt mondja, hogy akkor ez fizetett hirdetés, tehát... Volt. Ezek szerint a kampány elkezdődött? Nem vagyok meggyőződve. Lehet. Hát az most egy olyan időszak van, nem tudom ezt megmondani. Még volt fizetett hirdetés, amikor a fűtőművel problémák adottak, és akkor is fizetett hirdetésben várták, hogy kapcsolatba lépjünk, hogy segítséget kérhessünk. Nem volt sok, nem lehet azt mondani, hogy túlzásban van véve, viszont meglepett ez a
közlemény. Akkor nem is szerettem volna reagálni, azt is gondoltam, ez már van felejtve. Most, hogy előkerült, akkor most volt alkalom, hogy ezt elmondjam, de hát... Igen, mert nekem nem hogy újdonságnak számított, csak hogy ebben a műsorban még nem tértünk ki erre. És itt a hozzászólásokból ítélve elég sokan fölkapták rá a fejüket, hogy akkor tényleg, ha létezett már 2016-ban egy ilyen konkrét terv, ami szép, vastag, zölddel ki van emelve, hogy hol is kanyargózna a terelőút, akkor miért nem ezt vették figyelembe, holott a megyei tanács elnöke is felajánlott a segítségét. Tehát gyakorlatilag ez volt az eredeti kérdés, és ilyen kontextusban akartam, az még hozzátartozik, hogy terv nem, elképzelés létezett, és az elképzelés erre a 900 méteres szakaszra. A további meghosszabbítás látszik, hogy az olyan hozzá kevésbé értő személynek a munkája, aki lehet, hogy nem járt a külső utca azon szakaszában, ahol behúzta ezt a vonalat, hiszen azon személyek és azon lakók, akik elmennek a külső utca azon szakaszában, mely a régi gyár utcától lefele a vasút felé nyílik, az mindenki számára evidencia, hogy ott nagy autókkal nem lehet elhaladni, sőt kifordulni se lehet a régi gyár utcába, éppen ezért néztem is, hogy rajzon ott csürkerteken keresztül van víve a vonal. Meg kellett legyen, meg lett az a rajz, de ettől függetlenül örvendetes, hogy meg volt erősítve az a szándék a megyei tanács elnökének részéről, hogy továbbra is várják a 900 méteres útszakasznak az átadását, és azt követően majd akkor el tudnak ott kezdeni munkák. Én most is úgy látom, hogy számunkra most, és az egész térségnek és Gyergyőmedencének az lenne a prioritás, hogy minél hamarabb a jelenleg tervforgalmat kiszolgáló három utcának a teljes felújítása meg tudjon valósulni, mert ezáltal akkor a Tekerőpatak, Újfalu, Csomagfalva és Alfalu terhelő tervforgalmi tolódás is akkor visszavehető a városba, és megszűnik az a feszültség a medencében, ami kialakult emiatt. És majd, ha az megvan, akkor természetesen lehet a többi dologról is beszélni. Egyébként az a szakasz, amely a külső utcában van víva, az a mi elképzelésünk szerint megvan a kijelölt nyomvonal is, hogy az a mezőbe fog kelleni, haladjon, viszont az is még telekönyvileg ezután kell rendeződjön, illetve hangsúlyozom, hogy azon magán tulajdonokon, ahol átvisz, ott mindenhol meg kell vásárolni a területet, le kell bontani a rajta levő ingatlanokat, ezek mind további beruházásokat igényelnek. Éppen ezért mondom, hogy az a szerencsésebb, úgy látom, hogy egyszer legyen meg a három utcának a felújítás, és utána lépjünk tovább, amikor már erre források is vannak. Egyébként a teherforgalom megváltoztatása után, átirányítása után, hogy érzi, megromlott a viszony a szomszédos települések polgármestereivel? Mert hogy volt ott is azért közfelháborodás a lakók részéről. Volt. Egyébként jogos, mert hogy mindenki a saját családját félti, kiváltképpen a kisgyerekes szülők, de hát nem volt más megoldás, tehát azt be kell lássa mindenki, hogy erre az időszakra csak is így lehet megoldani. A polgármesterekkel nem romlott meg a kapcsolat, de a feszültség azért érződött, hiszen szegények két tűz közé kerültek, mert hogy mint település vezetőként ők is racionálisan belátták, hogy ez most így fog kelleni, sajnos megvalósuljon, viszont ők a saját közösségüket is kell képviseljék, és az érdekeiket védjék. Éppen ezért egy feszültség érződött, sőt a csomagfalvi polgármester, ő még személyesen le is járta a Gyergyőszent Miklós utcáit autóval, és kereste az alternatív megoldásokat, hogy akár még más utcákba hogyan lehet elvinni, tehát nagyon komolyan vették ők is, az alfalvi polgármester, de minden hárman, akiket érint, viszont úgy, ahogy említettem, racionalitás talaján maradva más megoldás nem volt. Erre egyedüli megoldás az, hogy minél több helyet megmozgatva, minél több forrást ide becsatornázva, minél hamarabb el tudjuk ezt a munkát végezni, és akkor minden megy a régi kerékvágásba, annyi különbséggel, hogy akkor most már egy felújított útszakasz szolgálná ki ezt a forgalmat. Arról a tervünkről természetesen nem kívánunk lemondani, hogy további terelő útnak a lehetőségét meg tudjuk teremteni és valósítani, de ehhez további beruházások és területvásárlások szükségesek. Kedves nézőknek elmondanám, hogy élő műsort láthatnak, és ahogy a kollégáim feliratozták a telefonszámunkat, vegyék nyugodtan igénybe és küldjenek nekünk üzeneteket. Még egyszer elmondom, hogy élő telefonos kapcsolása nincs lehetőség technikai okok miatt, azonban van elektronikus postacímünk is, az office@gyergyotv.ro, arra is küldhetnek, illetve a Gyergyó TV Facebook oldalára is küldhetik kérdéseiket. Érkezett is hozzánk egy kérdés, Pál Csongor úr küldi, aki Békény utcai lakósként azt írja nekünk, hogy általában minden nap kiárok a Pongrácz tető irányába, szinte minden alkalommal látom a romák fával megrakott szekerekkel gond nélkül érkeznek a városba, és főleg az, hogy a kamerák előtt mennek el. Ugyanúgy a kamionok is, ugye
súlykorlát van érvényben, Gyergyószárd Miklós és a Gyilkostól között. Ennek ellenére a kamionok is gond nélkül jönnek-mennek. Azt szeretné megtudni Pál Csongor úr, hogy a kamerákat miért vásárolta a város, ha úgyse nézi senki. Jó. Közben lejegyzem én is. Valószínű hasznos volna, hogyha Pál Csongor urat meghívnánk arra a helyi rendőrséghez, hogy győződjön meg róla, hogy azért csak nézik azt a kamerát, mert picit erős az a megfogalmazás, hogy úgysem nézi senki, hiszen napi 24 órában 24-et követve vannak, hiszen állandó felügyelet van és diszpécser szolgálat a helyi rendőrségnél. Viszont azt kell tudni, hogy a romák fával megrakott szekerével kapcsolatosan mi, mint hatóság, és nagyon sok esetben már eljártak a rendőrség és az erdészet is. A helyi rendőrség ebben csak besegíteni tud, hiszen nincsen olyan hatásköre, hogy elkobozzon fát, vagy ilyen típusú. De fellépés az ahányszor igénybe vagyunk véve, annyiszor, tehát mindannyiszor, és egyébként a kamerák, amelyek a forgalmat tekintik, már több esetben is segítséget nyújtottak a nemzeti rendőrségnek, amikor nyomozásokat folytatnak, hiszen ezeknek a kameráknak pontosan az a lényege, hogy a be és a kimenő autókat nyomon lehessen követni. Természetesen ez igazából akkor fog tudni életszerű lenni, amikor a város más területén is lesznek megfigyelő kamerák, hogy azt is lássuk, hogy a városon belül hol folynak ilyen, hol folyik olyan forgalom, amelyet meg is kell figyelni. Nem készültem most pontosan, hogy hány esetben jártak el a büntetések alkalmával, vagy hány esetben róttak ki büntetést például fa szállítás miatt, viszont azt tudom, hogy rendszeresen vannak ilyen esetek. Azt is tudom, hogy épp a napokban volt nemrég az erdészet képviselőjével is egyeztetésünk, a rendőrséggel is, amikor különböző bűnügyi doszárok megnyitásáról tájékoztattak, hogy történtek. Úgyhogy a kamera az csak segítséget tud nyújtani arra az esetre, amikor tetten kell érni valakit, viszont általában nem a kamera előtt van, viszont így igaz, nagy segítség az, hogy a kamerán keresztül lehet ezt látni és jelezni az ebben hatáskörre rendelkező hatóságok felé. A teherforgalommal mi a helyzet, hiszen tényleg sokan ilyen reményeket is fűztek a térfigyelő biztonsági kamerákhoz, hogy akkor legalább a várost elhagyó nagy kamionokra egyből lehetőség lesz idézőjelben rászállni és visszatéríteni. Hasonlóképpen van a hatáskör, ahogy az előbb is említettem, viszont itt is van, a következő műsorra felírom magamnak, és akkor kérek egy statisztikát akár a nemzeti rendőrségtől és az erdészettől is, viszont ez akkor fog tudni hatékonyan működni, amikor lesz például a Gyilkostónál is hasonló kamera, hiszen a forgalom korlátozás az a Gyilkostó utáni Békásszoros felé tartó szakaszra szól, tehát addig bárki bármikor kimehet, ezért kellene. Tehát vannak olyan erdőkitermelések a Csanód, a Békényfőn, vagy akár a Pongrásztető környékén, nyárában voltak a tavaly, amikor engedélyezett autók jártak, viszont azt kell követni leginkább, hogy a szoros felé kihalad le, az pedig további kamerák felszerelésével megoldható, de akár azt is meg lehet, hogy a kamerákra nem várva minden hatóság végzi úgy a dolgát, hogy azzal ne legyen probléma. Én azt látom, hogy törekvések vannak, természetesen mindig van helye még a jónak, de azt kell jelenteni, hogy egyáltalán nem is nézik és nem foglalkoznak vele. Úgy, hogyha nem rendelkezünk elő információval, akkor az picit meredek, de akkor felírom magamnak és a következő műsorra bekérek egy pár statisztikát, hogy akkor tudjak tájékoztatást adni. Tehát gyakorlatilag akkor Pál Csongor megnyugtatására el lehet mondani, hogy kamerák üzemelnek és nézik is őket a helyi rendőrség illetékesei. Most egy személyes kérdés következne, mivel úgy látom, hogy eddig ez az egyetlen egy kérdés, ami érkezett, úgyhogy kedves nézőinket arra biztatom, hogy hát igenis kérdezzenek, hiszen élőben sugárzunk innen a Gyergyó TV stúdiójából. A gépjárműpark növekedésével a forgalom is növekedett Gyergyószent Miklóson. Ugye tapasztalható, és nem csak ünnepnapokon, hanem a nap különböző szakaiban, hogy egymást érik az autók, és vannak olyan forgalmas útvonalak, olyan útkereszteződések, ahol tényleg 5 percet, 10 percet is kell várni. Ezt a kérdést még érintettük és súroltuk, és leginkább itt ugye a Kossuth utca, Kárpátok utcával való találkozására gondolok, tehát úgy, ahogy a lentről, tehát nyugati irányból a torkolatba érkezünk a főtérnek a sarkához. Van-e valami elképzelés? Ha jól emlékszem, akkor polgármester úr még
annó egy intelligens jelzőlámpának a felszerelését is említette, hogy igen, talán megoldás lehetne. Az intelligens jelzőlámpa rendszer kiépítése benne van pontosan abban a pályázatban, amiről pontosan a műsor elején beszéltünk, a Testvériség Sugár út, Örmény templom út, a Sejm utca, Tölgy Fócáknak a felújítási pályázatába, és ahogy a szerződéskötés meg lesz, akkor ebből fog ez megvalósulni, és nem csak a Kossuth utcában, hanem a, tehát nem a Kossuth és Kárpát utca találkozásban, hanem a Kossuth és Dózsa-György utcáknál is hasonlóképpen, és a Kőkeresztnél is hasonló módon szeretnénk megoldani a forgalom irányítást, de már történt olyan, hogy amennyiben megfigyelték, akkor az tapasztalhatják, hogy a polgármesteri hivatal szakaszánál levő útfelületen, ott most már megszüntettük a parkolásokat, a folytonos vonal van megfestetve is, éppen azért, hogy nem engedjük ott most már megállni egyetlen egy sofőrnek is sem, és ott hagyni az autóját, pontosan azért, hogy ne blokkálja le a forgalmat, hiszen legtöbb esetben abból vannak problémák, hogy az autót ott hagyják az útszélén, a balra jövő sávval ott nehézkesebb a kifordulás, és aki jobbra szeretne elmenni, nem tud, mert le van blokkálva a forgalom. Természetesen ettől függetlenül még azért vannak olyan sofőrök, akik úgy gondolják, hogy rájuk nem érvényes a forgalmi szabály, és ott hagyják az autót, de személyesen is tudom, és erre is akár statisztikához tudunk szolgálni, hogy nagyon sok esetben róttak ki a rendőrök már büntetéseket az ott megálló sofőrök számára, éppen a mai nap is láttam, de olyan eset is van, hogy az autót ott hagyják, és a vészjelzőt bekapcsolva arra gondolnak, hogy akkor ebből nem lesz probléma. De hogy éppen ezért szeretném mondani, hogy azon az útszakaszon megszüntettük a fizetéses parkolókat, vagy akár a parkolóhelyeket mindenképpen, és a későbbiekben pedig az várható, hogy intelligens forgalomszámlálóval ellátott jelzőlámparendszer fog oda betelepítődni, és bízunk abban, hogy ez megoldja a kérdést. Egyébként egy későbbi projektből egy kisebb körforgalom kialakítása is van tervezve a nagyáruház előtti kis háromszög helyére, pontosan azért, hogy elképzelhető, hogy ha a forgalmi rendőrséggel sikerül kidolgoznunk egy olyan rendszert, akkor a balra fordulást nem engednénk meg, nem tennénk lehetővé, hanem kötelezően jobbra kellene elforduljon mindenki. A hivatal előtti szakasz az kétirányú forgalom már lesz majd később átalakítva, és akkor a nagyáruház előtt a kis körforgalomba visszafordulva lehet folytatni az irányt akár Marosévíz felé is. De ez későbbi esetekben valósítható meg, hiszen még kétirányosítani kell ezt az útszakaszt, körforgalmat kell képíteni, éppen ezért egyszer a jelzőlámpás rendszer, majd utána az fog megvalósulni. Hozzászólás érkezett. Először ellenőrizzünk néhány információt. Igaz az, hogy ebben az új pályázatban mi a Testvériség Sugárút rehabilitációját tartalmazza. Van egy olyan kitét, hogy buszsávot kell létrehozni elektromos buszok számára? Igen. Jó, akkor folytatom, mert úgy látom, hogy nagyon is érti a dolgát a hozzászóló. Tehát a Testvériség Sugár teljes hosszában buszsávot kell létrehozni a pályázat szabály szerint elektromos buszoknak. A parkolókat meg kell szüntetni ennek érdekében, gyakorlatilag két sávról beszélünk. Hogy van elképzelve a parkolás a negyedekben? Ez az első kérdés. Hogy mondják a jereváni viccben is, hogy a hír igaz. A buszsávot így igaz kötelező módon ki kell építeni, tehát ez volt a pályázat alapfeltétele, hogy úgy, ahogy ez a kisebb településeknél, falvaknál, községeknél lehetséges volt, városok esetén nincsen olyan kiírt pályázat, hogy arra kérünk pénzt, hogy mi az utakat szeretnénk felújítani és leaszfaltozni. Sajnos a városok esetében erre nincsen mód, és nem csak nálunk, hanem az egész országban. Viszont városi mobilitás tervek kiépítésére már igen, ez azt jelenti, hogy úgy kell a pályázatot kitalálni, megalkotni és kivitelezni, hogy az elsősorban a gyalogos, biciklis vagy kerékpáros és a közszállítás forgalmat és a közszállítást segítse. Éppen ezért alapfeltétel a pályázatnak az, hogy ott, ahol az útszélesség megengedi, ott kötelező módon a buszok számára kijelölt buszsávokat kell kialakítani, és ott, ahol nem, ott megosztott buszsáv fog lenni, ilyen például a Mártonáron utcában, ott az út szélessége nem teszi lehetővé, hogy ott kimondottan csak buszsávoknak fenntartott útszakasz legyen, éppen ezért az megosztott sávként fog működni. Visszatérve a Sugárútra, nincsen szó arról, hogy parkolók szűnjenek meg teljességében természetesen, viszont az út szélességet áttervezve
át lesz alakítva az utak mentén levő parkolóknak a zónája. Ha belegondolunk, már most nem lehet elférni a két oldalon levő fenyőágas parkolásokkor, nagyon sok esetben dugók is kialakulnak amiatt. Úgyhogy a fenyőágas parkolókból az út mentén hosszanti parkolók fognak kialakulni, és így elférnek a buszok is, és elférnek az autók is. De ez viszont nem oldja meg a tehermentesítés, hiszen pont az a lényeg, és most már eléggé aggasztó jelenség a városban, hogy a lakónegyedek tömbházai körül is meg kell harcolni a parkoló helyért. Na most, hogyha önök átváltoztatják, ugye a pályázat kedvéért is akár, ezt a fenyőágas rendszerű parkolást egy hosszanti parkolás mintára, akkor még kevesebb autó tud leparkolni az út szélén. Mi fog történni? Az fog történni, hogy az út szélén parkoló autóknak parkolót fog kelleni kialakítani a lépcsőházak körül, a tömbházak körül. Ez pedig azzal fog járni, hogy garázsokat fog kelleni majd bontani, és be kell vinni a parkolót oda, ahol ennek helyet lehet csinálni. Azt nem lehet elvárni, vagy egyáltalán azt sem lehet tenni, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor a sugárúton hagyjuk meg, hogy mindenki parkoljon úgy, ahogy szeretne, fenyőágasan, és az útra ne hozzunk pályázatból pénzt, hogy fel tudjuk újítani. Tehát ez egy olyan alternatíva volt, és egy olyan opció, amit muszáj ott vállalni annak érdekében, hogy ezt mind meg lehessen valósítani. És én úgy gondolom, hogy pontosan azért készülnek a negyedeken belüli zonális rendezési tervek is, hogy azok ki fogják jelölni konkrétan, hogy hol lesznek a negyedeken belül parkolók, és hol fogunk garázsokat bontani, hol fogunk parkolókat kialakítani, és az autókkal pedig be fog kelleni menni oda parkolni, vagy akár más zónákba, ott, ahol akár kicsit távolabb esik a lakástól, és ott fog kelleni leparkolni az autót. Egyébként ugyanez a folyamat fog elkezdődni Csíkszeredában is, a Virág utcában, ott még kevesebb parkolóval számolnak. Ott is nem csak a pályázat kiírása miatt, hanem volt egy olyan vezetői elképzelés is, hogy akár teljesen megszüntették volna egy azonos szakaszon a parkolást, de végül aztán belátták, hogy tényleg meg kell hagyni a parkolásnak is az, ami elengedhetetlenül szükséges, de Csíkszeredában is hasonló pályázat fog majd megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog akkor a parkoló megszűnéssel járni, hogy teljesen felbolduljon, az egy biztos, hogy újra kell gondolni az egész parkolást a városban. Éppen ezért van az, hogy visszavettük a parkolás üzemeltetését, ugye próbáljuk elindítani, de most már megnyertünk minden per prefektúrával, vagyis a prefektúrával nem mi jutunk, pedig csak a rendőrséggel, és tavasszal várhatóan elindítjuk a fizetéses parkolási rendszert, és az abból származó bevételeinket pedig további parkolófejlesztésre fogjuk fordítani. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint, amikor a közterületi parkolók kialakultak, akkor minden egyes bevételre a tömbházak körül, a lakónegyedeken belül fogunk majd további parkolókat kialakítani, és pár év alatt át kell szervezzük és át kell rendezzük az egész negyedi parkolásokat, mert ebben a formában azt látjuk, hogy ha még többet hozunk létre parkolót, akkor sem fogja tudni ezt megoldani a főutak menti. Tehát magyarán ennek a pályázatnak komoly ára lesz. És például az is egy komoly ára, hogy a rossz útból jó út lesz, kevésbé kell például Felszegből autóval lejönni a városba, hiszen ez egy olyan busz járatot fog kialakítani, ezért is van betéve például a Selyem-Tölgyfa és Kurta valamint Körisfa utca, hogy a Batthyány Ignác középiskoláig egy teljesen új útszakasz fog képülni, és a buszok körjáratba fognak járni, óránkénti rendszerességgel, és az, aki a városba szeretne lejönni, ügyet intézni és távolabbra érkezik, nem lesz rákényszerülve arra, hogy az autóval jön le, ez is pedig egy olyan eszköz tud lenni, hogy tehermentesítenénk a város forgalmasabb zónáit az autós forgalomtól, illetve a bicikliutak kialakításával ugyancsak arra fogjuk terelni a városlakókat, hogy inkább használják a biciklit, a kerékpárt, mint az autót. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezt a várost, amikor tervezték, akkor nem ekkora autóforgalomra tervezték, és valamikor el kell kezdeni egy irányba való terelését, hiszen másmilyen mód nincsen rá. Jakab Gyalán az Ady Endre utcából kérdezi, hogy mikor csatlakozhat az utca a szennyvíz csatorna hálózatra? A régi szennyvíz hálózat, ami még nincsen átadva, arról beszélünk, az úgynevezett mindenki által csenneis beruházásnak nevezett beruházás, melynek viccesen már mondhatjuk, hogy szakállan nőtt, olyan régen kezdődött. Azt kell tudni róla, hogy sajnálatos módon is erről sokat beszéltünk, hogy a munka hát egy 98%-ban el van végezve,
át kellene adja a cég először a minisztérium, fejlesztési minisztérium számára, majd a minisztérium nekünk, de a cég csődbe ment. Az a jó hír benne, hogy még létezik, mint entitás, de már nem folytat ilyen típusú tevékenységet, de épp a megelőző héten voltak kint Bukarestből a minisztériumtól, és a felszámoló cég részéről egy delegáció, és most arról tárgyalunk, hogy a felszámoló biztos nyitott arra, és ez most a napokban fog kiderülni, hogy a hátralevő munkálatokat elvégezze, és egy két hónapon belül, amennyiben vállalja, hogy a csődbe ment cég helyett akkor elvégzik a felszámoló cég részéről, természetesen nem ingyen a hátralévő munkálatokat, akkor egy két hónapon belül a munkálatokat el lehet végezni, és el tudjuk kezdeni az átvételt, majd azt követően a lakóknak a rácsatlakoztatását. Ez az utolsó fázisban azt is tudni kell, hogy úgy kértük a minisztérium részéről a munkálatokat, hogy mivel már nagyon rég elvégzett munkálatról beszélünk, egy ilyen szondázó, kamerázó rendszert fogunk elkészíteni, ezt úgy kell elképzelni, hogy kisebb kamerákat fognak végig engedni a vezetékeken, a földbe lerakott vezetékeken, azzal felmérik, hogy melyik vezeték hibás, melyik van szintberakva, melyik van eldugulva, és ott, ahol szükség van, ott még beavatkozásra kerül sor, és ha ez a rendszer átvizsgálása megtörtént, akkor el tudjuk kezdeni az átvételt. Viszont ezt feltételesen kell kezelni, hiszen ez teljes mértékben attól függ, hogy a céget felszámoló másik cég tudja tartani azon szándékát, hogy befejezze mintegy 2%-os munkát, ami még hátra van. Nagyon nehéz most már a legvégén. Most azt is el kell mondjuk, hogy tőlünk kívülálló okok miatt vezetett ide, hiszen mi a város egy 6 millió lejes önrészt 2011-ben hitelből felvettük, beutaltuk ezt a minisztériumnak. A munkálatok, úgy, ahogy említettem, nagyjából el is vannak végezve, és amikor odajutottunk, hogy a cég át kellene adja, akkor felszámolás alá van kerülve. De én abban bízom, hogy hát 2-3 héten belül erről már hírt tudunk mondani. Vagy azt tudjuk mondani, hogy igen, akkor a felszámoló cég úgy, ahogy egyeztük, akkor vállalja és befejezi a munkát, vagy azt, hogy nem. Ez egy újabb helyzetet fog teremteni, és akkor lehet azt kell megnézzük, hogy saját forrásból, vagy akár hitelből mi kell befejezzük azt, amit más kellett volna. Tehát gyakorlatilag a következő műsorban. Akkor a következő már műsorban már el lehet mondani, igen, el tudom mondani, hogy a felszámoló az mit vállal, és milyen feltételek mellett. Én úgy nézem, hogy de még egy kérdés jött, sőt kettő is. Azt kérdezik, hogy szándékában van-e, gondolom a hivatalnak, hogy a Kossuth Lajos 8 szám alatti lakást felújítani. Ezt gondolom. Most melyik épületre ingatlanra gondol a néző, azt nem tudom. Lehet, hogy polgármester úr tudja. Hát az a valószínű, hogy a Pékség szomszédságában levő ingatlan, vagy ha nem, most ebből igazából nem készültem, de a 4-es szám az a bíróság, ezt tudjuk, és valószínű, hogy akkor ez a Pékség szomszédságában levő ingatlan, amely nem kizárólag önkormányzati tulajdon, hanem egy közös tulajdonnak egy részét birtokolja a város, azon belül is nem a fronton levő részt, hanem az udvarban bent levő szakaszt. Annak a felújítását csak is a többi tulajdonossal közösen lehet megoldani. Szándékunkban van is, volt is, el is jutottunk odáig a tárgyalásokban, hogy akár a többi társtulajdonos is beszállt volna, viszont odáig már a tárgyalások nem értek el, ki milyen költséggel szállna be, hiszen a homologzatnak a felújítása, úgy, ahogy említettem, az nem az önkormányzatot illetné. Amennyiben ez így lenne, akkor sokkal egyszerűbb volna, mert akkor városi beruházásként meg lehetne oldani. Most van egy olyan folyamat, amikor a főtéren levő ingatlanokat, épületeket, amelyek nem feltétlenül a miénkek, hiszen ez sem a város tulajdonát képezi, hanem egy elállamosított ingatlan és a város adminisztrálásába van adva. Tehát ha mi eladnánk is, pénzből nekünk nem származna. Éppen ezért az a tervünk, hogy a főtéren levő ingatlanokat úgymond ingatlanokon belül megszüntetjük a bérlői szerződéseket, ha finoman akarok fogalmazni, és az itt lakó egyéneknek fel fogunk ajánlani
lakást lent a szociális tömbházba, amennyiben elfogadják, akkor átköltözhetnek, amennyiben nem, akkor is meg kell majd üresítsék ezt az ingatlan együttest, és ezeket az ingatlanokat szeretnénk felújítani, majd különböző funkciót adva neki bevinni a városi körforgásba, hiszen jelen pillanatban ezen épületek azért vannak abban az állapotban, amiben vannak, mert 30-40 éve a házban, vagy ingatlanban lakó bérlők olyan javítási munkákat végeztek rajta, amilyet, vagy olyan állagmegőrzést végeztek, amilyet is látszik mindenhol. Van még ilyen sajnos egy pár a városban, de a lakókat ki szeretnénk költöztetni és akkor felújítani. Most azt nem tudom, hogy ebben az előbb említett 8-as szám alatti ingatlanban van-e bérlők, én úgy tudom, hogy az megürült, de következő mostanig meg kell nézni, mert sok van, tehát van több tíz ilyen lakás, amit 60-70 lakás, amit ügykezelünk. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőknek megköszönöm a figyelmét és a türelmét. Elméletileg és lehetőségeink szerint akkor egy hónap múlva találkozunk, tehát az már a márciusi műsorunk lenne. Addig is mindenkinek szép estét és minden jót kívánok, viszontlátásra. Viszontlátásra, jó éjszakát!